Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, önök a víziterápiát látják. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartanak, és bemutatom kedves vendégünket, Fülemen Rózát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát itt kigyűjtöttünk egy kis anyagot, kedves nézőink, elég szép hosszú életpálya. És Róza, én azt javaslom, hogy kezdjünk azzal, hogy egy néhány szót, pár mondatba foglalja össze, hogy mi is foglalkozott az életben, mert nagyon érdekes műsorra nézünk, én úgy gondolom, mert elég csak annyit megjegyeznem, hogy Róza, ugye a miniszter úr, Mikola István miniszter úrnak a felesége is volt, de ezt majd később még szóba hozzuk. Parancsoljon! Hát magamról talán azzal kezdeném, hogy egy nagyon békés megyei kis faluban, Dévaványán születtem. Az általános iskoláimat, gyerekkoromat ott töltöttem, és középiskolás koromban elkerültem Debrecenbe, és tulajdonképpen ott végeztem el a vegyipari technikumot, és nagyon szerettem volna orvos lenni. Kétszer próbálkoztam, sajnos mindig egy fél ponton csúszott a felvételim, és abban a szerencsés megtiszteltetésben volt részem, hogy Schnitzler professzor úr mellett dolgozhattam a Debreceni Egyetem tüdősebészeti klinikáján, és a Kossuth Egyetemen pedig benne voltam egy kis kutatócsoportban, és hát később, ami úgy nagyobb lépések voltak az életemben, elkerültem két évre Németországba, az NDK-ba, Dresda mellett Pirnában egy államközi szerződés keretében dolgoztam, és ott a Műszaki Egyetemen tanultam a német nyelvet, ahol vizsgáztam és vizsgát tettem belőle, és a németországi hazatérésem után egy ideig a hajdúsági iparművekben dolgoztam, és az első férjemet abban az időben ismertem meg. Ő egy német úriember volt, és tulajdonképpen az ő vele kötött házasságom után kezdődött el az életemnek a nagyobb ívű szakasza. Ő egy német cégnek volt a reprezentánsa, hidraulikus présgépeket szerelt a világ különböző tájain. Ez azt jelentette, hogy komplett gyártósorokat csinált, üzemeket, kulcsátadásig az építését felügyelte, és így volt szerencsém hosszabb időt eltölteni Törökországba, Angliába, Macedóniába. Rövidebb időket is töltöttem például Romániába, Hongkongba, és mondjuk az emlékezetesebb és a leghosszabb idő az 3,5 év volt Macedóniába. Ehhez az időszakhoz tevődik az első gyermekem születése, Helga. Szülni hazajöttem, Debrecenben született, de utána visszamentünk Macedóniába, és amikor 4,5 éves lett, akkor úgy döntöttünk, hogy Németországba fogunk visszamenni, és egy picit ezt a cigány életet feladjuk, mert a gyereknek, hogy a német nyelvet is tökéletesen megtanulja óvodába, és hát utána iskolába kellett menni, és ezt elő kellett készíteni, meg abban az időben még én sem beszéltem annyira tökéletesen a német nyelvet, és nekem is kellett tanulni, meg valamit szerettem volna, tehát nem unatkozó háziasszony szerettem volna lenni Németországba, és ahhoz, hogy egy siketes pályára, életszakaszra fölkészüljek, elsősorban szükségem volt a német nyelv tökéletes ismeretére. Igen, hát ez már önmagában is elég szép életpálya, de ami engem érdekel itt a következő lépésnél, hogy itt az érdi termálfürdőt, ami valamikor kis pocsolya volt, hogy azt megvették, felújították, hogyha erről egy, vagy azt ön csinálta, mert hirtelen arra gondoltam, hogy a férjével együtt, de hát ő műszaki ember nem, volt. Nem, hát
Tulajdonképpen azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sikeres volt a németországi életem, mert egy olyan szituációból kerültem, hogy tulajdonképpen nagy pénzek nélkül belecsöppentem egy kézi hegesztő üzembe, és ezt csináltuk egészen sikeresen, és az ebből keveset, vagy megspórolt pénzből tudtam végül is az Érdi Termál Hotel ligetet a cégünkkel megvenni, tehát ez mind saját erő volt, nem vállási váltságdíj vagy egyebek, tehát ezt én a saját magam. Így most már jobban értem, mert ugye az akkor éves volt meg, hát jól tudom, akkor voltak szerződéseik is különböző társadalmi biztosítókkal meg. Igen. Ennek, hát mondjuk az Érdi szállodát, mikor megvásároltuk, az egy eléggé lepukkadt építkezési vállalatnak az üdülője volt, és felszámolásból vettük meg, és egy koncepciót kellett kidolgozni rá, hogy hogyan tovább. És nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert kiváló szakemberekre tettünk szert, akikkel együtt dolgozva nagyon sikeresen tudtuk beindítani a házat. Az egyik oldalról a házát építését Balogh Balázs professzor úr, a Műszaki Egyetemnek az építészkarán volt tanár, és ő irányítása alatt, valamint szerettem volna egy új dolgot, új filozófiát a magyar minőségi gyógytermel turizmusba bevezetni, a művészetet, a vendéglátást és a gyógyítást egy kalap alá vinni, úgy szólván művészettel dolgozni, gyógyítani, és így ennek megfelelően alakítottuk ki akkor a háznak például a belső szín harmóniáját, hogyha betér hozzánk egy vendég, akkor eleve már egy kellemes életérzést tölts el, és ezeket lehetett manipulálni, a színekkel elérni. Említette, vagy olvastam az anyagban, hogy Bajorországban Európai Magyar Gimnáziumnak a tanszékét is vett, az elnöke volt. Sok pontosítanék, először az Európai Magyar Gimnázium iskolaszék elnöke voltam, és később az ügyvezető igazgatója lettem. Hát meg kell kérdezem, biztos a kedves nézők is kíváncsiak rá. Akkor már a Mikola miniszter úrral házasságban éltek, vagy? Nem. Tehát ez saját karrier volt? Igen. Jó, hát azért csak mindig tudnom. Tulajdonképpen mindig foglalkoztatott engem, akármerre voltam az életben, a külföldre került magyarok sorsa, és hát Kaszli nagy kihívás volt, mert tulajdonképpen ezt az iskolát az 56-os magyarok hozták létre, és az ő gyerekeik tanultak ott. Ez az iskola több mint 50 évig létezett, és nagyon kiváló embereket adott a világnak, és minden évben pünköskor szerveztük meg az iskolába a volt diákoknak a találkozóját, és volt olyan találkozó, hogy egy osztályból 27 orvos lett. Ah, ez nagyon szép. És a nemzeti öntudat, arra is neveltük őket? Természetesen, igen. És ezen kívül mindenki magyarnak vallja magát. Néptáncot is tanulhattak a gyerekek, faforgást, meg elsőként, mikor én bekerültem az iskolába, én egy új dolgot vezettem be az iskolába, azt, hogy a gyerekek minél hasznosabban töltsék el a délutáni szabadidőt, a hétvégét, vagy ha ünnepnapok voltak, mindig itthonról, Érdről kezdtem, művészeket vittem ki egy hónapra, és ezekben a szabadidőkben a művész foglalkozott a gyerekekkel, ezt a gyerekek önként vállalhatták, és akkor egy hónapig a vendégművész foglalkozott a gyerekekkel, és a hónap végén csináltunk egy vernisszást, és akkor a művész tanár és a gyerekek, a művészakarnokok műveivel csináltunk egy kiállítást, és erre mindig meghívtuk azokat a bajor
fontos embereket, akikkel tudtuk öregbíteni az iskolának a jó hírnevét. Hát igen, meg hát feltétlenül, hogy nagyon jó is érezték magadok a gyerekek is mindenki. Igen. És igen. Nagyon érdekes volt, mert így nap mint nap konfrontálva volt az ember azzal az életérzéssel, hogy a tehetség az utat tör magának. Ez nagyon-nagyon érdekes volt megtapasztalni. Hát igen, kedves nézőink, végül is megismerkedünk egy sikeres üzletasszonnyal, és akkor szerintem lépjünk tovább, hogy esetleg miniszterasszony, vagy mikor a miniszter úrral való kapcsolatra, hogy hallhatnánk egy pár szót, vagy hát nagy Isten, akkor még lehet, hogy úgy működhetett, mert a kezdetben, ha jól emlékszem, akkor még sikeres és népszerű volt a miniszter, aztán lehet, hogy később ellaposodott, de erről most nem, vagy esetleg később, mindegy, de hát akkor még azért ívelt a pálya rendesen, ha erről egy pár mondatot hallhatnánk. Mondjuk eddig nagyon szerencsés helyzetben voltam az eddigi életemben, mert egyedül politikai szint vallani Bajorországban kellett. Annak idején a megyei főispán az iskolát kampányok színhelyévé akarta tenni, és én akkor őt kitiltottam az iskolából, mert én úgy gondoltam akkor, és most is úgy gondolom, hogy ahol gyerekek tanulnak, ott az első számú vezetőnek kutya kötelessége a gyerekeknek a tanuláshoz a rendet, csendet biztosítani. És én az itthoni életem során, amikor a németországi dolgaimat föladtam, és az István felesége lettem, mondjuk én akkor is vállalkozó maradtam, tettem a munkámat a magam módján, akkor jó részt az Érdi Termál Hotel-ligetre koncentráltam, és legfeljebb, amikor kampányidőszak volt, akkor munka után én őt elkísértem a különböző kampányszínhelyekre, és akkor legfeljebb esténként voltam egy jó sofőr, és akkor én vezettem hazafele, amikor ő egy-egy ilyen kampányhagyállatot csinált. És megfordult a fejébe, hogy esetleg profilt várt, mint sikeres vállalkozóból, hát nem azt mondom, hogy first lady, de azért látják a kedves nézők is, hogy fiatalos, nagyon kedves hölgyről van szó, tehát én azt mondom, hogy egy biztos utat az ember ne cseréljen föl egy bizonytalanra. Én úgy gondolom, hogy az eddigi munkám, amihez hozzáfogtam, igyekeztem mindig tisztességgel befejezni, és nem biztos, hogy én azt hiszem, hogy aki a habitusomat ismeri, tudja, hogy csapnivaló politikus lett volna belőlem, úgyhogy inkább hagytam ezt a dolgot. Hát akkor így van, akkor bízzuk a férfiakra. Most de arra, hogy most az jutott eszembe, hogy hát ugye Németországban is, meg Angliában is hölgy vezeti az országot. Hát azt, hogy milyen sikerrel, az megkérdőjelezhető, hát ha még tudunk erről is beszélgetni, de még az Egyesült Államokban is most a napokban ugye eldőlt, hogy jelölik Hillary Clintont, mégpedig úgy, hogy azt hiszem Philadelphiában volt a jelölő kongresszus, és az utcát ellepték az ellenzőik. Ez csak érdekességképp mondom el. Úgyhogy maradjunk így van természetesen a talajon, és akkor éljük a mindennapi életünket. És a későbbiek folyamán az hogy sikerült azért? Együtt vannak, jól vannak? Vagy mert megmondom őszintén, hogy túl sokat nem hallani Mikola úrról, mert hát volt egészségügyi miniszter, és akkor, hogy ezekben a hónapokban, években hogy zajlanak az események? Egy időben, 2011-ben jelentősebb változás történt az életünkben, ugyanis őt kinevezték Párizsba az OECD-hez nagykövetnek, és én, mint nagykövet feleség, itthon, tehát minden pénzkereső munkámat föl kellett adni, és vele mentem Párizsba.
Kiutazásom előtt a cégünkbe egy új tulajdonostárs is bekerült résztulajdonosnak, és a én korábbi munkámat ő folytatta, én pedig Párizsba kerültem Istvánnal együtt, és mint nagykövet feleség igyekeztem megtalálni a saját helyemet, ugyanis a francia nyelv kimaradt az életemből. Eddig Franciaországban sem nagyon jártam, legfeljebb, hogyha a tengeren túlra utaztunk, és ott valamelyik repülőtéren, egyik repülőtérről ment át az ember a másikra, és úgy gondoltam, hogy legjobb dolog a korábbi tapasztalataim alapján, hogyha neki gyűrközök és tanulom a francia nyelvet. Beiratkoztam a Sorbonne-ra, és hát elkezdtem tanulni, de életem egyik legkeményebb szakasza volt, mert annyira nehéz a francia nyelv, hogy pláne úgy, hogy az ABC-től kezdve ott kezdi az ember, akkor tényleg föl kell kötni a magyar alsót. És én már akkor 60 éves elmúltam, mikor diák lettem a Sorbonne-on. Ezt nem mondjam, ezt senki nem hiszi. Jó, de egyébként valóban nehéz, hogy közbeszóljak, mert volt szerencsék, kaptunk két jegyet az EB-re az elmúlt hónapokban. Hát még angolul sem nagyon értettük egymást a franciákkal, nem hogy franciául. Hát most tudunk 8-10 szót körülbelül, és akkor meg is áll. Na, nekem se vágyam azt, hogy soha, hogy megtanuljak, de tulajdonképpen akkor ezért nem hallottunk, igen, mert az volt, hogy az alapkérdés, hogy a Mikolóról nem hallani, akkor ő kint van még most is, vagy? Nem, vagy 2014-ben hazajöttünk. Ja, hazajöttek. És sajnos utána az útjaink ketté váltak. Hűha. No, hát ugye akkor ezeket sajnos nem tudjuk. Én meg hát nem tudom, hogy lehet-e róla beszélni, vagy így a televízióban, mert feltételezhető szomorú események ezek azért. Hát én azt hiszem, hogy mindkettőnknek inkább egy szerencsésebb megoldás ez, hogy elváltak az útjaink, mert én nem azt mondom, hogy 150%-ban a sikertelen házasságunkért ő volt a hibás, biztos én is hozzájárultam ahhoz, hogy egy elég határozott egyéniség vagyok, és ha én tudom, hogy meghatározott esetekben jó úton járok, akkor nem nagyon szoktam magam hagyni letéríteni a jó útról. És ez, amikor két erős egyéniség egymásnak feszül, ott néha mondjuk nálunk nem repkedtek tányérok vagy csészék, de voltak nagy hallgatólogos időszakok. És akkor teljesen meg is szakadt, akkor vége mindennek. Igen. A hivatalos válásunk az megszáradt a pecsét rajta, most egy kicsit a nézeteltérések folytatódnak a vagyonmegosztás miatt, de hát ebben mi sem vagyok eltérők a többi vállóperes emberektől, mert mindenki ragaszkodik a magáéhoz. Én is ragaszkodom azokhoz a dolgaimhoz, amiért én dolgoztam meg, és természetesen, amit ő hozott a házasságunkba, azt vihet mindent. Bocsássam, most az jutott eszembe, egy kicsit szemtelen leszek, hogy mert ő ugye hát miniszter volt, meg nagykövet, meg közel állt a kemény maghoz a tűzhöz, tehát ugye az ember azt feltételezi 2016-ban, hogy a bőre alatt is pénz volt, mert hogy is mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, tehát azért legalábbis a jelenlegi időszakban, az utóbbi azért egy politikusnak hát öröm lenne, mert nem akarom már kimondani, hogy kapják az adománynal. Nem az, hogy lopnak, nem, erről szó sincs. Tehát magyarul, hogy amit ki akarok mondani, hogy feltételezt, hogy szép nagy vagyon volt, amit egy miniszter ugye hát összetud nem harácsolni, hanem dolgozni. Na, így szebben hangzik. Hát én csak arról tudok nyilatkozni, hogy még Párizsban voltunk, én azt hiszem, hogy ő elég tisztességesen keveset. Azóta, mióta hazakerült, jelenleg a külügyminisztériumban államtitkári pozíciót tölt be,
Én úgy tudom, hogy az ő keveseti kimutatásuk, vagyonnyilatkozatuk nyilvános, talán meg kell ezt nézni. Tehát én erről nem feltétlen szeretnék nyilatkozni, mert annak idején, amikor a vállóperes ügyvédem megkereste levélben a külügyminisztériumot a kereseti kimutatás miatt és egyebek, ez ami a vagyonmegosztáshoz kellett, akkor Mikola úr nem járult hozzá, hogy a keresetéről igazolást kiadjanak, tehát én ezt a vonalat nem föltétlen szeretném feszegetni. Nem, Isten őrizze, akkor mi lépünk tovább, csak most megint az jutott eszembe, hogy föl kellett volna tennem a kérdést, hogy van demokrácia ebben, látsz a demokráciában, hogy egy volt miniszternek az anyagát persze böcsülettel kiadni, de akkor értelemszerűen akkor menjünk tovább. Inkább szívesebben kanyarodok vissza, ha lehet, a Párizsban kint töltött időre. Gyerünk. Hogyha ja, lehet. Igen. Nagyon érdekes kísérletek voltak, mert a művészekkel való kapcsolat az életemet végig kísérte, mert akármerre voltam külföldön, ha lehetőségem volt, vagy az én saját anyagi lehetőségeim, amikor még megengedték, akkor nagyon sok művészt elvittem külföldre, hogy bemutatkozzanak, és nekem is egy nagyon nagy kísérletezési lehetőség volt, hogy mi magyarok mennyire álljuk meg a helyünket egy európai kultúra fővárosában, és összebarátkoztam koreai és vietnám, illetve japán galériásokkal, akik olyan kedvesek voltak, hogy megengedték, hogy ott kiállításokat szervezzek náluk, és nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy nagyon figyelemre méltónak találták a magyar művészek alkotásait, a művészethez értő, nagy érdemű párizsiak. És abban az időben Hende Csaba miniszter úr nagyon támogatta a munkámat, nagyon nagyra értékelte, és megengedte egy évben kétszer-háromszor, hogy a kinti vendéglátóimnak Magyarországon, itt Budapesten viszonozhassam a kedvességét, és ilyenkor meghívhattam őket, a Párizsban élő koreaiakat, Koreából jöttek koreaiak át Budapestre, és az volt az érdekes, ami nekem is nagyon nagy meglepetés volt, hogy amikor a koreaiaknak a kiállítását csináltuk a Stefánia palotába, három tévétársaság Koreából direktbe képviseltette magát a Stefánia palotába, és a kiállítás megnyitást egyenesbe közvetítették. És igaz, ugyan már hazajöttünk Párizsból, de a japán galéria tulajdonos barátom, vele a mai napig tart a kapcsolat, nyitott itt egy galériát Budapesten, és utoljára a közös nagy fellépésünk egy budapesti jótékonysági koncert volt, amit a japán földrengés károsultak javára csináltunk, és az Európa fővárosaiban élő, tanuló, dolgozó japán művészek és néhány magyar művész lépett föl, és ezt a pénzt, ami összegyűlt ezen a jótékonysági célon, ezt a japán barátomnak a szülővárosában vitték ki, és adták. Igen, igen. Nagyon szép. Hát én ezt is vártam egyébként Rózától, mert azért a mi kulturális örökségünk az egyedülállónak tűnik a világon, hogyha az igaz történelmet nézzük, nem pedig a finnugor származást, de lehet, hogy meg is kérdezem én ezt Rózától, hogy azokban a felsőbb körökben azért ki mondják az igazságot, esetleg szűkebb körökben kamera nélkül,
hogy valójában kik is a magyarok a származásunkat, és stb. Stb. Vagy nem igazán téma ez? Én itt inkább a saját tapasztalatomról beszélnék, hogyha szabad. Párizsban azért nagyon sikeres emberek között voltunk, hisz az OECD nagykövet beosztás az egy nagyon-nagyon magas beosztásnak számít, és az ott dolgozó nagykövetek már mindegyik a negyedik, ötödik állomás helyét töltötte be. Ezek nagyon képzett, több nyelvet beszélő emberek, és én azt hiszem, hogy nyugodt lélekkel mondhatom azt, hogy bennünket, magyarokat mindenütt nagyon kedvesen fogadtak. Tiszteltek, szerettek. És mondjuk az biztos, hogy közrejátszott, hogy többel a saját anyanyelvén tudtam beszélni, és az mindig megnyitja a másik fél szívét. Hát hogyne, persze. Hát, én nagyon jól éreztem magam Párizsban, mondjuk egy picit a sors irónájája, vagy fintora volt, hogy a szerelem városában megy az ember, áldozza be a házasságát, de hát biztos megvan a miértje. Kíváncsian várom, hogy mi történik majd ezután vele. Hát minden kezdődik előről, azért nem egyszerűen van még, sok idő van még. Kérdezem, mert van itt egy könyvet, behoztunk a stúdióba. Ezt Koncz Attilának többet lát, aki távolabbról néz. Egyébként ez tényleg jó hatásos. Mutatom a kamerának is. És beszélgetések tarpán, hogy ez hogyan kötődik önhöz? Ön íratta, vagy az ötleteket adta? Mert elég érdekes. Tulajdonképpen Párizsban csináltam egy gyűjtőmunkát. Körülbelül 800 magyarnak az adatait gyűjtöttem össze, akik magyar származásúak, aktív életüket Franciaországban élték le, és valahogy többet, szebbet, jobbat csináltak az életükből, mint a nagy francia átlag. És többek között így ismertem meg a Tarpál urat is. Ő vatikáni nagykövete volt kis hazánknak, Rómában, szentszéki nagykövet, valamint washingtoni nagykövet volt, és egy időben a Paribánnál három magyar volt nagyon-nagyon magas beosztásban, és ő, amikor nyugdíjba ment, akkor kint maradt Franciaországba, és személyesen volt szerencsém találkozni vele, és a személyes találkozásunk során, ahogy megismertem az életét, kiderült, hogy Antal úrnak az életrajzi könyvét ő írta, a személyes tanácsadója volt. Tehát annyira színes volt az élete, hogy úgy gondoltam, hogy ezt valahogy meg kell menteni az utókornak. Ez már nekem nem az első kísérletem volt, mert jelent már meg könyv, amit én adtam ki, szintén 80 fölötti emberről, aki szintén sokat tett a magyarságért, és tulajdonképpen Koncz Attilát kértem föl a könyv megírására, Szixnián Vanda készítette a borítót és a hátlapot, és nekem is annyiból nagyon hasznos volt ez a könyv, mert az utolsó 10 év magyarországi történéseit Isten igazából a könyv, mikor elkészült és többször elolvastam, akkor világosodott meg, hogy mi miért történt, vagy a különböző események, amilyen olyan összekuszáltnak tűntek, meg megérthetetlennek, később derült ki az okozati összefüggés. Hát igen, nagyon izgalmas lehetett egyébként, meg biztos, hogy szép, tartalmas is. Hazajöttek Párizsból, és itthon tevékenykedik Róza, most már akkor egy-két éve, ha jól értettem. Igen. És azért meg kell kérdeznem, hogy mint miniszterfeleség van élet Mikola úr után, vagy lépjünk tovább a témába? Természetesen az élet megy tovább, bár most még úgy látszik, hogy egy picit
ilyen harcosabb időszak van, mert küzdenem kell a saját dolgaimért, és azt hiszem, mint anya is, meg én, mint Fülemen Róza, kötelességemnek érzem, hogy anyatigrisként a saját dolgaimért küzdjek, és tehát nem szeretném én a csatateret vesztesként elhagyni. Tehát. Bocsása, meg rosszul értettem, hogy küzdenie kell a saját dolgaiért. Igen, tehát, mert a vagyonmegosztás most megy kettőnk között. Tehát. Na tehát akkor mégse értek valamit. Tehát ott van egy miniszter, és akkor ilyenkor gondolom egy gálási azt mondja, tessék anyukám, itt van 72% a tiéd, és akkor... Sajnos az nem így nem működik. Nem így működik nem a legfelsőbb szinteken? Igen, hát talán a férjem, vagy férjem pontosabban jobban ragaszkodik a különböző értékekhez, mint annak idején hozzám is. Na tehát nem viszél a fej alatt ő se. Na mindegy. Hát lehet, hogy nem tisztázta önmagával. Még, ja, még belekérdezik tükörbe. Jó. Róza, nem akarok turkálni a pénztárcájába, de említette, hogy kint volt Franciaországban, és azért volt tiszteldi, vagy ugye nagyon sokat alkotott, nagyon sokrétű volt az életpályája szerte a világban, azért van megélhetési forrás rendesen. Hogy látja, de hogyha nem akar, akkor inkább ne válaszoljon, csak esetleg a kedves nézőket is, hogy a legfelsőbb körében hogy működik. Jó. Ez. Tehát a beszélgetésünk során már említettem, hogy annak idején, mikor nagykövet feleségként Párizsba kikerültem, akkor nekem itthon minden pénzkereső foglalkozásomat le kellett adni. Amiket csináltam, kiállításrendezés, irodalmi estek, egyebek, ezt én mint nagy követ feleség csináltam. Elvileg minden nagy követ feleség kap a úgynevezett feleségpótlékot. Ezt nekem a férjem vette át, én ezt a pénzt sosem láttam. Tehát még volt valami kis megtakarított pénzem, abból éltem, abból finanszíroztam különböző dolgokat, többek között a tanulásomat is, és ha pedig különböző helyekre mentünk, és szebb ajándékot kellett vinni, akkor nekem volt egy-két-három olyan jól szituált barátnőm, akik mindig küldtek ki olyan exkluzív, szép dolgokat, amit szégyenkezés nélkül át lehetett adni egy nagykövetnek, vagy akár nagykövet feleségnek. Hűha! Azt akkor most jól értettem, hogy akkor nem ön írta alá? Nem. Nem. És a nyugdíj? Most hát, ez számtalan kérdés volt, ne haragudj benne. Igen, hát... Igen. Bocsánat, kérem, igen. Igaz ugyan, hogy egy korai nyugdíjazásomat elindítottam, mielőtt Párizsba kimentünk, de ez valahogy nem sikerült átverekedni, és most, mikor hazajöttem, néznem kellett, hogy valamiből meg kell élnem, és elindítottam hozzáfogtam összegyűjteni újból a papírokat, meg a kitölteni a kérvényeket, meg mindent, és nagyon nagy meglepetésért, mert hiába írtam Szijjártó miniszter úrnak, kértem, hogy a Franciaországban kint töltött 4 évet igazolják le, mert hát valahogy bizonyítanom kellett a nyugdíjintézetnek, hogy én hivatalosan voltam kint, mint nagy követfeleség. Sajnos itt 4 évet elvesztettem a nyugdíjból. Nem igazolták? Nem. Hűha. Hát jó, akkor lépjünk tovább. Az időnk nagyon telik, Róza, és önt úgy ismertük meg, én úgy gondolom, hogy a kedves nézők is ezzel egyet értenek, egy nagyon széles látókörű aranyos hölgy, és föl kell tennem az utolsó kérdést, hogy ön hogy látja ezt a bevándorlási kérdést. Ez azért teszem fel most ezt a kérdést, és ne arra ugye, mert például Franciaországban behatoltak egy templomba, és meg is ölték, biztosan hallott ön is, igen. Meg is ölték az idős plébános, mert katolikus templomba volt, így van, plébános. Igen, mise alatt. Mise alatt? Igen. Mise alatt. Mi várható, mint üzletasszony, mint családanya, mint világot látott ember? Ön szerint mi lesz ennek a vége?
Vagy ne idegeskedjünk, vagy? Hát én azt mondom, hogy jobb félni, mint megijedni. Biztos, hogy én saját magam is sok szempontból érintett vagyok. Ezeket a cselekedeteket mélységesen elítélem, föl vagyok háborodva, de hát ezeket a problémákat a nagy politikának kell megoldani. Én is készültem Párizsba, de a jelenlegi események miatt mindig tolom kifele az időpontokat. Ugyanakkor a gyermekeim Németországban élnek, dolgoznak, tanulnak, a kisfiam ott, a fiam. Nagyfiam. Mindig kisfiamat mondok, és mélységesen föl van háborodva, mert hát 26 éves. Én is. De a második diplomáját szerzi kint Németországban, és szóval én is mindig szorongó szívvel, ha tévé közelébe jutok, akkor nézem a híreket, hogy mi van, vagy a nizzai események vannak, barátaim, egy nagyon kedves ismerős, aki 56-os magyar, és azonnal e-mailt írtam neki, hogy remélem nem vagy ott, ahol az események zajlanak, és hál' Istennek, valahol a Pireneusokban volt, tehát ő is ugyanúgy, mint én, csak távolról hallotta a híreket. Ezt nem szabadna tűrni, és mindent el kellene követni, hogy megakadályozódjanak ezek az események, de azt hiszem, már az események után futunk, mert hallottam, amerikai újságírónő írta, és egy ausztrál barátnő, aki a nyáron ment több arab országba, és órákat várakoztatták a határon a belépési vízum miatt, komoly pénzeket kellett fizetni, és azért, hogy ő újságíró, semmi kivételt nem élvezett a normál turistákkal szemben. Tehát itt nálunk is sokkal hamarabb zárni kellett volna hermetikusan a határokat. Igen, igen, sokszor elcsodálkozunk rajta, hogy szinte már késő. Hát legyen ez a zárószó majd egyszer át, amíg tudjuk ezt a kérdést is tovább boncolgatni. Talán a külpolitikánk jó, úgy tűnik, vagy hát szerintem igencsak a legjobbak közt van. De annyit azért mindenképpen üzenhetünk meg ön is a szeretteinek, hogy a nyugati nagyvárosok azért igencsak élhetetlenek már. Igen. Ugye? Igen. Tehát mikor kint vagyunk azért, akár Franciaországban, Németországban, ez a borzasztó. Én most, illetve tavaly decemberben és januárban a karácsonyt és a szilvesztert Németországban a gyerekeimnél töltöttem. Ők azért talán annyiban szerencsésebb helyzetben vannak, hogy viszonylag kisebb városokban élnek, de már akkor éreztük meg, láttuk, hogy valami van a levegőbe, mert nagyon nagy volt szilveszterkor már a nyugtalanság kint, és jó volt ez a hetedik érzés, mert előérzés, vagy pontosan talán így fogalmaznám, mert a német média el akarta titkolni már a szilveszteri zavargásokat, és hát hetekkel, hónapokkal később hallottuk, hogy nőket molesztáltak, meg különböző rendszavargások voltak. Hát és meg erőszak. Erőszak, amikről ugye nem tudom. Hát igen. Köszönöm szépen még egyszer, elfogadtam a meghívást. További szép, sikeres életet kívánok, Róza. És kedves nézőknek megköszönjük, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánunk, viszontlátásra! Aki mondja meg, hogyan kell élnem, apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bántod.